Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai estén. Engem miatt a megtiszteltetés, hogy néhány szóban felkonferáltam a mai este programját, amely több szempontból különleges, én sokkal inkább várom a produkciókat, mint hogy én töltsem ki az időt, de hármat mindenkit már meg kell említenem. Az egyik ebben a mai esti programban az a nagy különlegessége, hogy teljes mértékben sok tanári segítséget, persze teljes mértékben diák szervezésben valósul meg is, különleges célokat szolgál. Mind a koncert, az amúti zenés állítat, mind pedig a kiállítás, és aztán majd a Mikulás parti lenn a pincében. És ez egy hatalmas dolog. A másik, ami miatt különleges a sok különlegesség mellett, hogy diákokat tapsolhatunk, diákokat örvendezhetünk, és így ünnepeljük magunkat, ami azért nagyon különleges, mert ebben a világban is ez adventben is igaz. Talán elfelejtettünk igazán örülni. A harmadik, és szeretnék rátérni az este első és nagyon fontos részére, egy olyan embert szeretnék beszólítani, és átadni neki a lehetőséget, aki sokszor sokféleképpen gyönyörködhetett már minket a muzsikájával, kisebb, nagyobb koncerteken, állandó szolgálatban, állítatokon, kiszállásokon, egyéb helyezményeken, de önálló estje ez idáig még nem volt, és ha nagyon sietnünk kell, mert hamarosan elvallak, ha minden jól megy. Egyébként vallatok biztosan, de le is fog érettségizni, ha minden jól megy. És mindenképpen méltó, hogy ez az önálló est így megvalósulhatott. Természetesen ő az önálló estnek nem egyedül képzelte, hiszen vendégeket hívott, hogy iskolazenekar tagjai, köré szerveződött, mellé szerveződött, méltó társként, kiállítás megnyitó, arról majd annak idején. De neki ez most egy nagyon fontos és különleges alkalom, és én már is megköszönöm az ő nevét, hogy ilyen szépen összejöttünk. És akik így együtt vagyunk, és fölkészültünk egy különleges zenei, állítatos zenei kalandra, fogadjuk majd szeretettel Szabad Dörömlást. Thank you.
egy nagyon-nagyon szép kiállítás megnyitójával, aminek a befolyt összegét a rászoruló kárpátai gyerekek megsegítésére ajánljuk fel. Nagyon remélem, hogy tetszeni fog az est, készültünk rá sokat, készültem rá én is. Hát, jó szórakozást! Thank you.
gyújt a hamarosan lelepleződő kiállításba, de engedélyt kaptam a képek felhasználásához. Én ehhez próbálok társítani egy kis zenét, és remélem, hogy valamennyire sikerül összerakni ezt a zenét és ezeket a képeket. Próbáltam olyan számot választani hozzá, ami valamennyire basszol a képeknek a mondani valójához, legalábbis amit számomra mond a képek. Gyanítom, hogy legtöbbünknek más jelen minden gép, és más mond. A következő videó Varga Luca, Varga Luca és Varga Magyar Vivian képeiről szól, plusz próbálok valamit találni. Ami volt egyszer egy ablak. Volt egyszer egy ablak. Ez az ablak egy házon volt. Nyitható lett volna ez az ablak, aztán csukható, ha lett volna, ki megbillentgesse részkilincseit. Igen ám, de ebben a házban nem lakott senki. Így hát nem volt, aki a részkilincseket billentgessen, ablakot nyisson, csukjon. Pedig az ablak azért ablak. No meg azért is, hogyha átnéznek az üvegén, látszódjon a világ. De ez az üveg poros volt. Minek látszódjon a világ, ha nincs, aki nézze? Állt az ablak a házon,
fehér havazásban. Éppen tél volt, karácsony közeledett. Más házakban nyüzsgés volt, és mézes fogácsa illat. Gondolt egyet, s ráírta az üvegére. Kedves angyal, hozzál ebbe a házba valakit, bármilyen aprót is, csak hozzál. Hadd legyen, ki benne éljen, nyüzsögjön, süssön pogácsát. Hadd legyen, ki átnéz rajtam, világot nézve, billentgesse a részkilincseimet, nyisson, csukjon engem. Míg írta a levelét, térdig érő hó nőtt a földre, aztán másnapra elolvadt. Teltek a napok, nőttek és olvadtak a havak. Az ablak már kívülről fújta, hogy karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép. Végül valóban karácsony ideje lett. Négy hó, négy ányú éjszaka. A ház előtt megállt egy angyal. Ablakig lépkedett, s levegő köntöse zsebéből elővett egy gyufaskatujányi doboz. Kibontotta a recsegős, fényes papírosból, s előengedett belőle néhány pöttöm, mozgó valamit. A pöttöm, mozgó valamik bementek az üres házba, lebogozták hátukról a mézes kalács morzsákat, az asztalra tették, tálba, gyertyát gyújtottak, majd nyüzsögni, szőni, sodorni kezdtek. Kalimpáltak kezükkel, lábukkal, s már is rátekerték pókszálukat, mert mondanom sem kell, pöttöm pókok voltak, az egyik rész kilincse. Aztán egy másik pókszálat, a másik rész kilincse, az összesre, majd húzták a szálat, billentgették a kilincseket. A legapróbb pókok pönöktették a szálakat, mint a hárfán a húrokat, olyan szépen muzsikáltak. Épp azt muzsikálták, hogy a karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép. Az ablak nemrég még mély álmú fejébe alig fért bele ez az egész. Hogy billentgetik a kilincseit, hogy mézes kalács illat, nyüzsgés, szép muzsika. Alig értette, mi történik, csak azt érezte, hogy nyílik. Álmodom, szólt hunyorogva, nyekeregve. Később a pókok behúzták szálukon a kilincset, akkor azt érezte, hogy csukódik. Nem álmodom, mondta szemét kerekítve. Nyílott, csukódott, mint egy igazi ablak. Elhozta az angyal, amit kértem. Juhé! Lettek lakói a háznak, de jó! Póklakó, lókpakó, juhé! És fényesre kacagta magát az ablak. A pókok pedig leültek az ablakpárkányra, eszegették a mézes fogácsát, nézték a világot az ablakon keresztül. A látott világban pedig nagy hó volt, benne angyal lábnyom. Thank you.
valamit kalimbálódanát. Aztán utána egy kicsit pörgősebbre veszik az ütemet, játszok egy kis segítséggel újabb dalokat. Aztán, hát most ebbe vágjunk bele, a többi meglepetés egyelőre. Thank you.
biztos ismeritek, ez a Twilight-nek lesz a témazenéje, amihez Sára segít nekem. Lesz az a zenéje, úgyhogy Sára szépen teszik. Just across the bar, my seat's been taken by some sunglasses.
amikor mentek tavaly, azoknak a dévei tartalmazza, összekötve a kiállítás lépeivel. Ezt még színesebbé német bogi fogja tenni. Szóval nekünk egyet. Én pedig kísérem. Dicsőségét alázattal a mi agunkra fordította.
Segíts meg abban, hogy követői lehessünk, és cselekedjünk őszinte örömmel egymásért úgy, ahogy te kéred tőlünk. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, mert benned bízunk, tőled várjuk mindennapi ajándékainkat. Könyörgünk, hogy adj azoknak, akiknek kevés van. Segíts meg a nélkülözőket, árvákat, a szegényeket. Engedd meg, hogy testi, lelki adományainkkal mi is segíthessünk. Hadd legyen ez a karácsony, így az ajándékozásért. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Sok vétkünket, bűnünket, mulasztásunkat, értünk földre jött szent fiad érdemért, bocsásd meg nekünk, és segíts megbocsátani egymásnak. Segíts, hogy ne csak adventben, ne csak karácsonykor legyen életünkben béke, szeretet. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mindent, ami ellenünk van, te le tudsz győzni. Minden akadályt, ellenséget, rosszat ki tudsz űzni. Szabadíts meg a félelmeinktől, rossz szokásainktól, gyengeségeinktől. Tisztíts meg minket, hogy felkészültek legyünk a veled való találkozásra életünk minden napján. Tőled kérjük mindezt, aki végtelen dicsőségedet, mérhetetlen szeretettel ránk sugároztad 2000 éve, ránk sugárzod ma is, és velünk maradsz minden napon a világ végezetéig. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Keresztül, az Isten csodálatos világa
Ezt is köszönöm neki, és mindenkinek, aki a ma estében részt vett. Azok a világok pedig, amit láthatunk a kiállítás képein. Varga utca világa, Magyar Vivien világa, Varga utca világa szintén különleges és csodálatos. Érdemes bennük elmerülni, érdemes körülnézni az ő szemünkkel a világban. Annyi féleképpen lehet tényleg utolérni, amit kergetek, mondja a költő. Próbáljuk meg ezt. Mindenki a magáit kergeti, adventben is, meg karácsonykor is. Nézzük most az ő szemünkkel picit a világot. Mint ahogy a másik ember szemével, szívével, érzéseivel próbáljuk szemlélni, akár a karácsonyt akkor, amikor adományokat gyűjtünk. Amikor minden egyes megmozdulás, amit a diákság szervez ebben a hónapban valakinek a javára történik. Képzeljük csak el, hogy ez a három drága ember idehozta a képeit kiállításra. Megmutatja magát a szebbik, a jobbik, a különlegesebbik oldalát. Milyen csodálatos dolog ez. Azt már csak halkan teszem hozzá, de hangsúlyosan, hogy a képekből képeslapok készültek, melyeket majd meg lehet vásárolni, és a bevétel valakit megajándékoz. Gondolj csak végig ezt a sort. És csak a felépülsúd a gondolatnak már bele kell borzongani. Nagyon különleges ez a közösség, és nagyon különlegesek ezek az emberek. A kiállítás megnyitó vége felé csak megköszönni tudom ennek a három hölgynek, hogy ránk bízták az ő világukat. Hogy kitették oda, hogy megnézhessünk, hogy rácsodálkozhassunk, hogy elmerülhessünk benne. Ilyenkor, aki lejjebb hagyja a fejét, az ő telefonja szól. Az ő világa ilyen. De ezzel együtt szeretjük. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy ezt nekünk adták, és elmerül nekünk bennünk. Keresem a Vivien nevű elküld, de látom, már ott van. És kívánom mindenkinek ezt a kiváló kalandos utazást a ma estére, és a következő napokra is a képek kimaradnak. És nagyon bízom benne, hogy az ő példájuk, hagyd legyek egy kicsit tanár így a Bandi Vénus zongorászt is majd elmossam. Az ő példájuk, Bandi példája, a zenekarosok példája, a diákok példája, amikor szöveget olvastak, akik eljöttünk, hogy részesei legyünk ennek a szép adventi estének. De ezek a példák, ezek ragadósak. Maguk példák és példának lenni nagyon nehéz, de nagyon fontos feladat. Én köszönöm, hogy ma este ennyi csodálatos ablakkal találkozhattam, és ezekkel a gondolatokkal a kiállítást megnyitom. A tavalyi bargalányos kiállításnak sem lett címe, úgyhogy most is ezt oda bízom majd kire, és kérem, hogy tekintsük meg a képeket, miután természetesen valami nem is az én szavaimnak. Thank you.
Szeretném idekérni a három hölgyet, aki a hírkai megosztott. A 12. állatszerű magyar névén a 11. osztályból is Varga Lúzár 2012-ben most lehet tapsolja. Várom mindenkit szeretettel a Csokonai pincében.